A Közösségek Hete elnevezésű országos kezdeményezéshez két programmal is kapcsolódott az Úttörténeti Múzeum. Május 8-án helytörténeti sétára várták az érdeklődőket. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Turán István, aki ugye a városunk neves helytörténésze, ő is most már nálunk dolgozik az Úttörténeti Múzeumban, és természetesen az ő vezetésével, de nem a klasszikus várostörténeti sétát, hanem nyilvánvalóan egy picit az utakra fogjuk kihegyezni ezt a mai kis andalgásunkat is, és nagyon reméljük, hogy egy tartalmas délelőttön fogunk részt venni. Kiskörös városközpontjában lévő épületek történetét, köztük az 50 éve épült Petőfi Sándor művelődési központét is megismerhették a résztvevők, de a Korzó Kávéház falán az idei évben elkészült emlékfalnál is hallhattak történeteket azokról a nevezetes emberekről, akik már jártak Petőfi szülőházában. A múzeumban a Közösségek Hete rendezvényei csütörtökön a Közlekedési Kultúra Napjához kapcsolódó eseménnyel folytatódnak. Minden év május 11-én van ez a Közlekedési Kultúra Napja, és mi egyébként is a múzeumpedagógus kollégáimmal nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekeket tényleg neveljük a biztonságos közlekedésre. Nekem például fix a ideám az, hogy jogosítványt kéne adni a biciklis gyerkőcöknek, mert hogy ugyanott kerékpároznak, ahol a kamionok, és nem biztos, hogy ők ismerik a táblákat, a KRESZ szabályokat, úgyhogy nálunk ez a múzeumpedagógiai programunkban is egy nagyon sarkalatos pont, hogy a közlekedés biztonságra, a biztonságos közlekedésre próbáljuk őket tanítgatni. Csütörtökön több programmal is várják majd a gyerekeket. Már délelőtt 10-től délután 3-ig várjuk az osztályokat, ahol a rendőrséggel karöltve fogunk előadásokat tartani, illetve különböző a biztonságos közlekedés és a valóban kulturált közlekedésről szóló kis játékok, versenyek, vetélkedők lesznek. A Közösségek Hete programsorozathoz nem először csatlakozott a múzeum. 2018-ban az országos rendezvény nyitó eseményét Kiskörösön tartották, melyért külön elismerést kapott az Úttörténeti Múzeum. Olyan színes programokkal készültünk, hogy a hét minden napján voltak programjaink, a flashmobtól kezdve akkor is volt várostörténeti sétánk, voltak nyugdíjasok nálunk, velük tartottunk egy közös tea délutánt, úgyhogy akkor is színes programokkal készültünk. És hát olyannyira jól sikerült, és olyannyira jól érezte magát a vezetőség is, hogy abban az évben el is nyertük a múzeumok majálisán átadásra került közösségi múzeum címet, amire azóta is nagyon büszkék vagyunk. A múzeumok éjszakájára is különleges programsorozattal készülnek majd az Úttörténetiben. Kiállítást fogunk nyitni a helyi képzőművészeti alkotásokból, amire már régen megy a felhívás a városban. Május 31-ig még mindenkinek várjuk a jelentkezését és a pályaműveit, és ezekből az alkotásokból lesz egy kiállítás. Ezt a Körös Körül a Művészetért Egyesülettel közösen szervezzük, illetve ők a fő védnökei tulajdonképpen ennek a kiállításnak, ők fognak zsűrizni, és természetesen ők versenyen kívül, de ők is készülnek alkotásokkal, úgyhogy reméljük, hogy színvonalas művek érkeznek be. Emellett lesz színdarab, a helyi néptáncosok részvételével tűzugrás és táncház, jazzkoncert, de a tervek között szerepel az is, hogy a térség legnagyobb kerti partiját hirdessék majd meg az év leghosszabb éjszakájára.